Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy szólhatok önökhöz. A témaválasztás indokáról szólnék néhány gondolatot az elején. Egy kérdés az, hogy az organikus alkotmány fejlődés folyamatában létrejöhet-e kartális alkotmány. Molnár Kálmán írja a két világháború között, hogy a kartális alkotmány az törésvonalakon jön létre, amikor teljesen letörölnek mindent a tábláról, elővesznek egy fehér lapot, és mindent az elejétől kezdve az egész állomműködést újraírják. Ugye a XXI. század szakirodalma viszont keresi ennek lehetőségét, már mint az organikus alkotmány fejlődésben, a létrejött és sok tanulmányt olvashatunk arról, hogy az áprilisi törvények, vagy az 1946 évi első törvénycik, az, az, már majdnem, az már majdnem egy kvartális alkotmány volt. Különösen érdekes 1918-19 fordulója, amikor a néphatározatban deklarálják, hogy új alkotmányt fog a magyar népköztársaság kibocsájtani, de valójában nem történik semmi, tehát 1919 márciusáig még egy az igazságügyi minisztériumban pedig azonnal megbízást kapnak, még novemberben a kormányülésen a kap, igazság, igazságügyi miniszter, de még egy szövegtervezet, egy koncepció sem készül az új alkotmányról az igazságügyi minisztériumban. Ugye két saját megjegyzés, ha csak részben változtatok, miért, miért, miért írjam le egyben az egészet? Ha nem írom le egyben az egészet, akkor nincs kvartális alkotmány, én azt tudom, vagy a saját véleményem szerint a kartális alkotmány olyan, mint egy kódex, vagyis egy ö, alkotmánylevélben az alkotmányos rendnek a szabályait leírják, és ezt követően, ha bármilyen jogesetet meg kell oldani, ma is az alkotmánybíróság, akkor mindig az alaptörvény valamelyik cikkejét kell hivatkozni. Mindaddig, amíg nincs egy alkotmánylevélben összefoglalva, ha rakjuk egymás mellé a törvényeket, és már majdnem minden találunk 300 év joganyagában, ez még nem lesz kartális alkotmány. Jogfolytonosság kérdése, hogy 1848. áprilisában mi ö, történik, ö, egy új alkotmánylevél készül, vagy pedig igazodunk, kapcsolódunk a korábbi korszakokhoz. Ugye az alaki és az anyagi jogfolytonosság, az alaki jogfolytonossághoz különösebb kétség nem, félhet, nem férhet, hiszen az utolsó rendi országgyűlés elfogadja a rendi alkotmány megszüntetését, átalakítását. Történik-e forradalom? Most mit csináltam? Kikapcsoltam, igaz? 1848-ban, erre az a válaszunk, hogy jogi értelemben nincs forradalom, szociológiai értelemben van forradalom. Ugye a, ugye a jogi definíció legális-legitim, tehát legális, kor, korábbi alkotmányos rend szabályai szerint alakul meg, alakul át az alkotmányos berendezkedés, legitim, hogy van társadalmi támogatottsága, ez egy alkotmányos átalakulás, 1848 ide tartozik hiszen, mint említettük, említettem, az utolsó rendi országgyűlés a maga alkotmányos szabályai szerint elfogadja a saját megszüntetését, átalakítását és volt társadalmi támogatottsága. Ugye, ha illegális a átalakulás és van társadalmi támogatottsága, jogi értelemben, akkor beszélünk forradalomról. Hát az illegális, illegitima a ezt most ebben mélyebben nem megyek bele, Ugye a szociológiai definíció viszont a fennálló társadalmi rendet, rendszert erőszakosan, ezen belül fegyveres vagy vértelen úton megdöntő, a társadalmat gyökeresen és tartósan átalakító eseménye. Ennek a fogalomnak szerintem minden további nélkül megfelel 1848 tavasza, mert ugye ebben a fogalomban, ebben a definícióban az, hogy jogilag legális vagy illegális, ennek a kérdésnek a vizsgálata az irreleváns. Tehát volt forradalom 1848-ban, szociológiai értelemben, de jogi értelemben nem volt. És következik az anyagi jogfolytonosság, erre ö, szándék hosszabb időt, hát így felbontottam, hogy általános rész és különös rész, öt problémát ö, gyűjtöttem, össze lehetne többet is, de ahogy készítettem a diákat, úgy döntöttem, hogy csak háromra térek ki részletesebben, mert nem tudom egyébként befejezni. Lesz egy írott változata is ennek a, az előadásnak, abban nyilvánul majd lesz idő mindegyiket pontosabban kifejteni. Ugye az általános rész alatt azokat az elemeket értettem, ahol mi ugye általában több elemére is vonatkozik az áprilisi törvényeknek, különös rész a meg pedig azt, amikor két konkrét törvényt kiemelek, és abban vizsgálom, hogy vajon változott-e a korábbi alkotmányos berendezkedés szabályrendje, vagy nem változott korábbi szabályok fennmaradtak. A kötött mandátum megszűnése lesz az 1848-4. törvénycégben, ahol egy jelentős változás a korábbi alkotmányos rendhez, és hát ez egy nagyon-nagyon kényes kérdés, de hát a Batyány Pernek az egyik központi eleme is ez volt, hogy a felelős minisztérium és a király hatáskörei ezek miként alakultak a felelős minisztérium felállítása után. Ugye a polgári átalakulás idősítja. Ugye a polgári átalakulásnak fontos állomása 1848 áprilisa, de azt gondolom nem vitatható, hogy a lezárása az a bírói hatalomról szóló törvény és a köztörvényhatóságokról szóló törvény, mert ezek vagy nem ö, nyertek szabályozást az áprilisi törvényekben, vagy csak nagyon ö, felületesen. És hát az 1723-as bírósági reform, vagy az 1791-évi 12-es törvénycikk már az előszelének tekinthető a polgári átalakulásnak, tehát egy folyamat, eredménye, ami organikus fejlődéssel valósul meg. A jogkiterjesztésről nem írtam diát, hogy az időkeretben mindenkit befejjek, de gondolom nem kíván különösebb indoklást az, hogy a jogkiterjesztés az a korábbi alkotmányos rendhez való kapcsolódást fűzi, hisz például hogy a nemesek jogállását nyeri el minden polgár, vagyis marad a korábbi szabályrend egy eleme. Amivel viszont már bővebben foglalkoznék, ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem a törvényhozás konstatáló funkciója. Ugye a törvényhozás szerepe napjainkban a törvényhozás vagy a jogalkotás csak konstituál, tehát jövőre vonatkozó szabályokat állapít meg. A történeti alkotmány idején, történeti történelmi alkotmány idején azonban Gyakori volt a korábbi szokásjog megerősítéseit, most két pontot írtam, ahol konkrétan a forrás helyet is megjelöltem, ez engem is segít majd az írásba foglalásnál, ha nem kell őket visszakeresni. Ugye Ferdinándi Geiza a Magyar Alkotmány történelmi fejlődése cím 1906-os munkájában megállapítja, hogy a felső táblája az országgyűlésnek a szokásjogi úton alakult ki, a 16. század második felétől kezdődik a, az a folyamat, hogy vannak, itt személyesen hív meg a király, másokat nem személyesen hív meg, és a személyes meghívó köréből alakul ki a felső tábla, és az 1608 évi koronázás után is első törvénycik már csak konstatálja ennek a Létét, és pontosítja azt, hogy, hogy kik jelenhetnek meg a második kamerán, kinek kell, kamerában, kinek kell a királynak személyes meghívót küldenie. A 1791. évi 12-es törvénycikkől Mar Gyula írja a Polner festrívben 1935-ben az Alkotmány című munkájában, hogy ö, de hogy azt gondoljuk, hogy az országgyűlés törvényhozó hatalma ebből a törvénycikből ered, gondoljunk be, hát akkor a törvény érvénytelen lenne, hisz az országgyűlés előbb szavazta meg a saját kompetenciáját, mint hogy azzal rendelkezett volna. Azt vezeti le egyértelműen morgyula, hogy a törvényhozó hatalma az országgyűlésnek a szokásjogból ered, és az 1791-12-es törvénycik pedig ezt konstatálja, Béli Gábornak a valamelyik aranybulla kötetben egy nagyon szép tanulmánya jelent meg a Székesfehérvári törvénylátó napokról, és a befejezésében nagyon szépen és hosszasan tárgyalja azt, hogy a törvénylátó napokra vonatkozó törvényi szabályokból mi az, ami konstatál, és mi az, ami konstituál. Tehát számos olyan elem van benne, ami már szokásjogi úton kialakult, és a törvények ezt konstatálják, és vannak benne olyan elemek, amelyek új ö, 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 elemekkel egészítik ki a Székesfehérvári törvény hónapokat. Vettem egy ilyen elemet az 1848 évi hármas as ő felségének a királynak személye szent és érthetetlen. Ez gondolom nem kell sokáig bizonygatnunk, hogy nem konstituált, tehát nem arról van szó, hogy 48 április előtt a királyos felelősségre vonható lett volna. Ezt még később fogom érinteni a 67 év 12-es törvénycikket, ő a hadügy körébe tartozó alkotmányos fejedelmi jogai folytán mindaz, ami a magyar hadseregnek egységes vezérletére, vezényletére és belszervez... belszervezetére vonatkozik, ő által intézendőnek ismertetik el, vagyis a kiegyezési törvény a főhadúri jogot, kételesen tartalmazza és kinyilvánítja, hogy elismeri, hogy azt ő felsége gyakorolja. Gondolom, ez sem kell sokáig magyarázni, hogy a Fűhadúri jog nem 1867-től létezik a magyar közjogban, ez is konstatál. Miből vezethetjük le a szabad mandátumot? A szabad mandátumról az áprilisi törvényekben nincs szó. Megnézzük az ötödik törvényciket, az követekről beszél. A negyedik törvénycikk az képviselőkről beszél. De a követ az inkább a kötött mandátumra utal, a képviselő inkább a szabad mandátumban. Miből vezethető le? Ez, szerintem nagyon érdekesek ezek a áprilisi törvényben, amikor talán van oka, hogy miért nem kerül konkrétan szóba, de mégis mögöttes elemekből levezethető a szabad mandátum. Ferdinándi Geiza gondolata az, hogy a, a választókerületek választó polgári, nem, polgári nem képeznek közjogi testületet. Ugyanis a 48. évi ötös szerint már nem a megyei közgyűlés választja a követeket, hanem a megyei közgyűlésnek a 7. parapus szerint választókerületre kell osztania a vármegyéket, minden választókerület egy képviselőt választhat, és a választókerület polgárai mondja fel, egy esetben, mozdulhatnak meg, ha a király kiírta a választásokat, akkor megválasztják a képviselőt, de egyébként semmilyen más jogosítványjal nem rendelkeznek. Ruszla József nagyon szépen feldolgozta azt, hogy a 1861 és 1865-ös országgyűléseken volt kísérlet, a megyei közgyűlésre próbálták berendelni a képviselőket, hogy utasítsák őket, de ezzel már nem sokra mentek, mert nem a közgyűlés választotta őket. Ugye a implicit eleme, hogy olyan intézmények jelennek meg a 48-es törvénycikbe, ami kifejezetten a szabad mandátummal függ össze. Ugye a választási ciklus bevezetése a harmadik paragrafus szerint minden három évben új képviselő választásokat kell kiírni. Ennek kötött mandátumnál nem sok értelme van, hiszen utasítják a követeket, akkor az új választásnak semmilyen hatása nem lesz, hiszen ugyanúgy szavaznak, hogy kapják az utasítást. A választási ciklusnak akkor van értelme, ha szabad a mandátum, és egy új politikai irányt képviselő jelöltet tudok a képviselőházba bejuttatni. A felosztatás és a berekesztés intézmények, intézményének szétválasztása. Ugye Károlyi Árpád is foglalkozik ezzel 1936-os munkájában, de itt a Ruszol Józsefnek a fel, vetett tanulmánya nagyon érdekes, szépen végigvezeti, hogy hogy változnak a fogalmak, feloszlatni, elosztani, elrekeszteni, berekeszteni, forognak-forognak a, a szabak, de a lényeg az a dolognak, hogy a kötött mandátum országgyűlésnél csak feloszlatás volt, a feloszlatással beszüntette a működését az országgyűlés, és ha majd a király legközelebb összehívtak, akkor megint választottak követeket. De az az intézmény, hogy ö, 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 szétválasztom egymástól, hogy van olyan bezárása az országgyűlésnek, amikor újra kell követeket választani, vagy képviselőket választani, és van olyan, ahol nem, ennek nincs értelme szétválasztani. A feloszlatás intézménye, amit ma értünk feloszlatás alatt, az a szabad mandátummal áll összefüggésben. A mandátum, három éves mandátum lejárt előtt is újra tudom választatni a képviselőket kötött mandátumnál felesleges a követek újraválasztását elrendelni, mert ha utasítják őket, tehát ez a két intézmény is kifejezetten a szabad mandátumhoz kapcsolódik. Most megint kikapcsoltam. És akkor időn folytán, ugye azt hiszem még 6 percem van, de ez az utolsó, amiről szeretnék szólni. Ugye a a felelős minisztérium és a király hatáskörei. Tehát a kérdés az az, hogy a király uralmi felségjogait miként befolyásolta, vagy befolyásolta-e az 1848. évi 3 a felelős minisztérium a végrehajtó hatalom gyakorlója volt, vagy csupán kontrollálója, vagyis az elejegyzés útján garantálta a királyi döntések törvényességét. De ami a kulcs kérdés és a probléma, hogy az Ausztriától szeparált államéletet az első esetben lehetett konzekvensen megvalósítani. Tehát, hogyha valóban gyakvalójává válik a minisztérium a végrehajtó hatalomnak, és hát láthatóan erre törekvések voltak 1848-ban. A első két megjegyzés a horvát professzor és az antal professzor előadásában is, Előkerült. Ugye Horváth professzor említette, hogy a nádornak is volt felelőssége 1848 előtt, és amikor az udvarral egyeztetik a 1848 3 hármas törvénycikket, igazából ez foglalkoztatta az udvart, attól féltek, hogy a nádort királyá fogják kikiáltani, és így szakadnak el a birodalomtól mármint Magyarország. Tehát ez volt az egyik központi kérdés, hogy a nádor felelős vagy nem felelős, és a végén az a fordulat került bele a törvénybe, hogy sérthetetlen, de csak István nádor és nem minden nádor. És ugye szóba került Antal professzor előadásában az, hogy a kormány székek részbeni fenntartását is tervezte az udvar, vagyis ezeket a hatássori kérdéseket, azokat félretették, és ez okozott később, ugye konfliktusokat és problémákat. Ugye a kormány onnálóságára utaló elemek a miniszteri felelősség rendszerében benne volt, hogy a mulasztásokért, a törvények végrehajtásában elkövetett mulasztásokért is felelősek a miniszterek. Tehát, hogyha mulasztásokért felelősségre lehet vonni, akkor ez egy picit az önálló hatásköröket erősíti. A nemzetőrségről szóló törvény, a 22-es törvénycég utolsó 35. paragrafusa azt mondja, hogy a nemzetőrség a minisztérium hatósága alá helyeztetik. De ugye a végrehajtó hatalmat a 48 évi 3-as törvénycik szerint a király gyakorolja. És jön 1867-12-es törvénycik a főhadúri megerősítése. A kiegyezés lényeges eleme az, hogy a király uralmi felségügait Magyarország elismeri, és akkor jön az a kérdés, hogy a közös uralkodó mellett, ha személyesen gyakorol egyes hatásköröket, azt szét lehet -e osztani a két állam között. Ez elég nehézkes. Ugye megint a Batyány egyik nagy problémája, hogy amikor kísérletet teszünk az önálló magyar állam vitel kialakítására, akkor mindig a királynak a magyar alkotmányban rögzített hatásüreibe ütközünk bele. Önálló haderőt felállíthatunk-e? Hát, hogyha a szervezési jog és a fűhadúri a királyi, akkor, akkor, akkor a király jóvá, hogy nem lehet haderőt szervezni. Szóval ez egy olyan kérdéskör, ahol megmaradt a 48 előtti szabályrend, a király uralmi felségjogai tovább élnek, de a 48. 4. törvénycik elő, előző példájában a kötött mandátum az megszűnik, és hát 48. áprilisának a nagy problémája a két címer, teljes nemzeti függetlenség vagy a birodalmon belüli boldogulás. Köszönöm szépen a figyelmüket!